Miért gyűltünk ma itt össze? Azért gyűltünk ma itt össze. 2002. A 2002-es évről szeretnénk kicsit beszélgetni, és nem tudom, hogy ti emlékeztek-e. Így 2002 őszén költöztem le, ugye az ismert sztori alapján, hogy hirtelen felkaptam a csöles hátizsákomat, és egyszer csak kopogtattam. De azért hogy történt, hát a csöves hátizsákja volt az egész. Hát miért gondoltátok, főleg most ennyi idő távlatával visszagondolom, hát, miért gondoltátok azt, hogy kell egy billentyűs zenekarba? Én nem gondoltam. Ah, akkor kezdjük te. Akkor elkezdte, akkor kezdjük. Igen. Hát a zenekar természetes evolúciójában ez volt a következő, hogy a csajok menjenek, te meg gyere. Én a papát úgy ismertem meg, hogy leborított egy fröccsel. Nem, magát borítottam. Magamat borítottam egy fröccsel, azért az nem gatyát kérnem. Azóta leborított már sok mindenkit fröccsel. Még Ajkán volt, nem? Ajkán. Akkor adtam neki a... Igazából csak barátkozni akartam, csak akkor te egy még ilyenek voltak a... Stratégia eszközei. Ilyen eszközökkel bírtam. Kapott egy jó kis szeretgatyát, aztán leküldtek minket a nagyok, hogy kushadjunk. És akkor lementünk almát szedni a szembe lévő fára. Szedtünk két zacskó almát. És közben leraktuk a barátság alapjait. A papával én meg úgy ismerkedtem meg, hogy kiderült, hogy van egy nagyon tehetséges fiú, aki nagyon jól zongorázik. És hogy meg létrehoztunk egy egyesületet. És ő ismerte az a fiú a papát. És így aztán a papa volt tulajdonképpen az első, és ezzel egyetlen támogatottunk. Ösztöndíjasa, megállta. És akkor így ismertünk meg egy kis, ezért 15 éves kis szemüveges srácot, aki állandóan fröccsökkel borogatta le magát. A forrón az volt a kérdés, hogy nem emlékszem pontosan, hogy mi arra vonatkozott, hogy amikor lediplomáztam, ugye mint zongorista Szegeden, akkor mit szóltak a szüleim ahhoz, hogy én nem maradtam a pályán, hanem úgymond elheldeltem a tehetségemet. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Nagyon nem szerették ezt a döntésemet, így fogtam magam is, leköltöztem Pécsre. De az igazsághoz hozzatartozik az is, hogy meguntam már rohadtul a gyakorlást. Szóval nagyon valami más szerettem volna csinálni, és nem zongora mellett ülni, és napi 5-6 órákat gyakorolni. Szóval tele lett a hócidő, mennyi lényeg. Itthon vagy már Pécsen? Hát, abszolút. Sokkal inkább. Fúztál, hogy nincs ritmus érzéket? Sosem volt, és mivel nem volt, ezért nem tudtam. Nem hiány! Igen! Mikor merült fel bennetek az, hogy a papa legyen az új zenekari tag, meg ilyenek? Tehát, hogy ez már úgy régóta érvelődött, vagy az volt a krízis helyzet a csajokkal, meg ilyesmi? A körökkel mi zenéltünk együtt a papával. Az egy kurva jó. Tizet raktam még abból az időszakból. Tizet raktam az abból az időszakból. Volt Madame-ba. Volt néhány ilyen sanzondal. És akkor a papa zongizott bennük. Igen. És nagyon szépen zenélt a papa. Jó volt vele lenni, jó volt vele csinálni a dolgokat. Tisza a szienzik. Ez fényes, de az összes. Igen, minden ívő. Az egyik vadászlom keletre. Az összeset kiemelettek is geci. Neked az első ezt az olyanak meg ezt. Én most mennyi a füledből éppen. Most próbálom nem piszkálni. Rá is gyűjtött egy gyorsan. Addig is csinálok valamit. Szóval Tisza hiányzik leginkább? A Tisza, aha. A Tisza jön. Csapó 2.
most már lehet, hogy el tudnám játszani egybe. És papa, egy abszolút újságírói sztereotíp kérdés, hogyha... Honnan jött a nevetek? Honnan jött a neved? Honnan jött a neved? Igen, mi az, ami Szegedből hiányzik neked? Ti szakisért. Csapó 3. Szombathelyen rendszerint, amikor befozott még, hogy... amit talált most már ezt, ezt így fogom a kettőt, májkrémet, szardiniát, tojást, rohadt paprikát, kezdemet így szívült a hangonyom, és akkor voltam megnyugodva, amikor is volt egy ilyen nagy réteg ilyen vissza, és a kunder sose fogja elfelejteni szerencsét, hogy egyik ilyen alkalom után nem mentem ezzel vagyoszni, hanem úgy, hogy volt, lefeküdtem, és én másnap megint kellett volna, és így, hogy így nyújt ezt, hogy így szétrepett. Rátszál a cuccolom. Miért fogsz érni? Kunder, meg! A szegénti álmom! És így a, tudod, a tojásfehérét megrepedek. Jaj, szép 2002 volt.